Ilyen nagy táblás csokoládét, összesen 11 darabot tett zsebre egy boltban az a férfi, aki ellen most emelt vádat a mohácsi járási ügyészség. Március elején történt az eset a Dunaparti városban. A 20-as éveiben járó férfi a pénztár mellett a kijárathoz ment egy áruházban, de ott a vagyonőr feltartóztatta, mert látta, hogy a ruhája alá rejtette az édességet. A vádlott elé állt, őt felszólította, hogy álljon meg. A vádlott kérte a vagyonőrt, hogy engedje el. A vagyonőr ennek a kérésnek nem tett eleget, ezért a vádlott megragadta a vagyonőr ruházatát, oldalra rántotta, és ököllel megütötte a férfi arcát. A vagyonőr a bántalmazástól oldalra lépett, a vádlott ezt kihasználva az eltulajdonított csokoládéval együtt elmenekült. Ezután nem sokkal elfogták a rendőrök, majd vádat emeltek ellene, a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását. De az erőszak miatt súlyosabb bűncselekményért kell felelnie. A mohácsi járási ügyészség a cselekmény elkövetése után 8 nappal benyújtott vádiratában rablás büntettével vádolja a férfit, ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Bántalmazás nélkül csak lopás lenne a vád, ami jóval enyhébb büntetéssel járna. A lopás vétségének a büntetési tétre ez 2 évig terjedő szabadságvesztés, és természetesen lehetőség van arra, hogy a BTK ide vonatkozó szakaszának az alkalmazásával ehelyett a bíróság pénzbüntetést vagy közérdekű munkát szabjon ki. De rablás a vád, amire letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség. Ha a férfi elismeri a vádat és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor 3 év 6 hónappal megúszhatja tettét az ügyészség indítványa alapján. Míg bírósági ítéletnél a középmértékből indulna a büntetés, ami ebben az esetben 5 év.